Álomszép otthon? Velünk gyerekjáték. S+C Studio Kft. Szekszárd. www.s+cstudio.hu. Felzárkóztatás. A munkaerőpiacon leginkább kiszolgáltatottakat segíti a megyei önkormányzat. Vízvezetékcsere. 5500 szekszárdi lakos ellátása válik biztonságosabbá a fejlesztésnek köszönhetően. Lovas zarándoklat. A Mohácsi csata emlékére járják végig II. Lajos seregének útvonalát. Kadétképzés. Az új katonai erőltek táboroznak Szálkán. A Tolnatáj Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Romák, mély szegénységben élők, idősek, gyerekek, nők, fogyatékosok. Rajtuk kíván segíteni az az Európai Unió által finanszírozott projekt, amit a Tolna megyei önkormányzat bonyolít le. Az elmúlt egy év tapasztalatait és a jövőbeni célokat mutatták be a Tolna megyei felzárkóztatási fórumon, ahol civil szervezetek, szakértők is jelen voltak. A feladatunk az az, hogy ezeket a szervezeteket, ezeket a hivatalokat, ezeket az önkormányzatokat a különböző lehetőségek szerint próbáljuk meg koordinálni, velük együttműködni, és azokat az irányokat megmutatni, amivel tulajdonképpen a megyét erősebbé tudjuk tenni, és katalizátorként tudunk működni. Ez a jelen program, ez pont erről szól. Ribányi József, a Tolna megyei önkormányzat alelnöke nyitotta meg a Tolna megyei felzárkóztatási fórumot, ahol az Európai Unió által finanszírozott projektben rejlő lehetőséget vették végig a szakemberek. A projekt célja a megyében élő leszakadó társadalmi rétegek felzárkóztatása. Forgács István roma ügyi szakértő azt mondta, egy ilyen fórum és egy ilyen projekt alkalmas az együttműködések kötésére, párbeszédek kezdeményezésére, például atomerőmű bővítésben rejlő munkaügyi piacok lehetőségek kiaknázása, vagy éppen annak érdekében, hogy a roma fiatalok kisebb arányban essenek ki a szakképzésből, ami jelenleg komoly probléma szerinte. Nagyon szeretném, ha tudnánk foglalkozni, és a szereplők ezt kérdésköré tennék a családon belüli erőszak témakörével, a nagycsaládosok helyzetének a megsegítésével, vagy a megyén belül a munkahelyteremtéshez kapcsolódó bármilyen olyan feltétel jobb átételével, ami, ahogyan mondtam, segíthet, de ehhez ezeknek a szereplőknek, partnereknek meg kell találniuk a közös hangot. Forrai Nécsete Emília projektfelelőse a fórumon bemutatta az elmúlt egy év munkáját, és kiemelte, a projekt keretében érzékenyítő tréningeket tartanak az önkormányzatoknak, és közösségerősítő rendezvényeket tartanak a településeken. Olyan programokkal, előadásokkal, ahol azt erősítjük, hogy az ő közösségeiket miként tudjuk jobbá tenni, illetve hogyan, milyen eszközöket tudnak felhasználni. Szeptember végéig elkészül az a szolgáltatási úttérkép, ami megmutathatja a hiányosságokat, vagyis az, mely pontokon nem kapcsolódnak egymáshoz a szolgáltatások. A felzárkóztatás érdekében egy információs rendszert is felállítanak a jövőben. A projekt célja, hogy minden csoport, minden társadalmi réteg egyenlő eséllyel induljon a munkaerőpiacon és az oktatásban. Több mint 2 kilométernyi vízvezetéket cserélnek ki Szekszárdon az önkormányzat által elnyert pályázatnak köszönhetően. A beruházás eredményeként 5500 helyi lakos ivóvíz ellátása válik sokkal biztonságosabbá. Betonból, sőt vasból készült vízvezetékek is vannak azok között, amik a szekszárdi Mérei utca alatt húzódnak. Ezeket cserélik ki az Erő ZRT munkatársai korszerű rugalmas műanyag csövekre. Elég sok csőtörésünk volt az elmúlt 5-6 évben, ez számszerűen ilyen 25-30 csőtörést jelent, ami befolyásolja ugye az elég nagy vízellátást, amit ez a vezeték rendszer biztosít. De nem csak itt, hanem a Babics Mihály, az Előhegy és az Akácfa utcákban is ugyanilyen fejlesztések kezdődnek. Összesen 2 kilométernyi vezeték újul meg. A beruházásoknak köszönhetően 5500 szekszárdi ivóvízellátása válik biztonságosabbá. A fejlesztésekhez szükséges pénz 2/3-át a város az Innovációs és Technológiai Minisztérium pályázatán nyerte. Mintegy 75 millió forintba kerül a projekt, és 50 millió forintos pályázati támogatást nyertük rá. Mielőbb szeretnénk megkezdeni, természetesen a tervek készen vannak már, gyakorlatilag a közbeszélési eljárás lefolytatás után a munka megkezdhető, hát ez reméljük, hogy ősszel meg fog történni.
A vízvezetékek felújítása a városnak ahhoz a csapvizet népszerűsítő augusztus elején indult kampányához kapcsolódik, aminek részeként a helyiek kulacsot vagy kancsót kapnak, ha online regisztrálnak és vállalják, hogy palackozott víz helyett csapvizet isznak. Ahhoz az akcióhoz a regisztráció kezdete óta, vagyis egy hét alatt már közel 1000-en csatlakoztak. Előbb elfogtak a bonyhádi rendőrök egy biciklitolvajt, mint hogy a kerékpár tulajdonosa feljelentést tudott volna tenni. A helyi egyenruhások jól ismerték a férfit, hiszen már többször intézkedtek ellene lopás miatt, ezért amikor meglátták egy idegen kerékpárt tekerni, azonnal igazoltatták. A tolvaj beismerte, hogy újra lopott, ezért elő is állították. A sértett csak ezután 19 perccel ért be a rendőrségre, hogy feljelentést tegyen. Idén a Paks 2 atomerőmű ZRT is bekapcsolódott a szekszárdi Városnapja programsorozatába. A fesztiválokon rendszeresen megjelenő interaktív kamion mellett a vállalat úgynevezett hexasátrára is sokan voltak kíváncsiak. A Paks 2 atomerőmű ZRT rendszeresen jelen van a térség különböző rendezvényein azért, hogy első kézből adjon tájékoztatást a Paks 2 projektről. Célunk, hogy személyesen informáljuk a lakosságot az évszázad legnagyobb hazai beruházásáról, illetve az új atomerőmű blokkok szükségességéről. Mondta Mittler István, a társaság kommunikációs igazgatója, ennek egyik eszköze az interaktív tájékoztató kamion, amely 2009 óta járja az országot, csak az eddigi nyári fesztivál szezonban mintegy 17 000 fő látta a projektet bemutató interaktív guruló kiállítást. Emellett idén második alkalommal tekinthették meg az érdeklődők Paksváros napján a Paks 2 ZRT tájékoztató tárlatait, míg 2018-ban ezen a rendezvényen 1400 fő látta a kiállítást, akkor még csupán az interaktív kamionban, addig idén már csaknem 1600-an kaptak tájékoztatást a projektről, a társaság új, hexagon alapú, sátrában és az interaktív kamionon, ugyanis mindkét kiállítóhely jelen volt az eseményen. Szekszárdon is egész nap várták az érdeklődőket a társaság munkatársai augusztus 24-én. A sátorban minden fontos információ megtalálható a Paks 2 projektről, Magyarország energiafelhasználásáról, a hazai energiamix alakulásáról. Az érdeklődők miután informálódtak, tesztelhették is tudásukat, gyerekek és felnőttek is kipróbálhatták, mit tudtak meg a tervezett új atomerőművi blokkokról, helyes válasz esetén pedig ajándékot vehettek át. A Hexagon sátor legközelebb augusztus 30-án Györkönyben várja majd a látogatókat, ezt követően augusztus 31-én Pakson a Megyenapon, 2019. szeptember 13-án és 14-én a Kalocsai Paprika Fesztiválon, majd szeptember 20-ától 22-ig a Dunaföldvári Szüreti Fesztiválon látogatható a sátor. Szekszárdi és bonyhádi tanároknak mutatták meg a szakemberek, hogyan kell valakit újraéleszteni. A rendhagyó bemutatóra Bonyhádon a helyi sportcentrumban került sor. Én mondom a ritmus 9-10-11-12. A szívmasszás mutatja be az egyik bonyhádi mentős a helyi sportcsarnok termében. A bonyhádi és szekszárdi tanárok közösen vettek részt az elsősegély oktató és felfrissítő előadáson. Az újraélesztés elsajátítása mellett azt is megtudták a részvevők, hogy mit kell mondani mentőhívás esetén. Alapvető az életmentés pontos lépéseinek elsajátítása, fejtette ki egy helyi tanár. Néhány bátrabb ember az megpróbálja megtenni, ami kell, vagy esetleg az ájulás, de úgy gondolom, hogy nagyon fontos, mert nem merik a kollégák csinálni azokat a dolgokat, amire szükség lenne, mert nincs tudás mögötte, és szerintem ez egy nagyon jó kezdeményezés, hogy mindenki megtapasztalja, és hogy gyakorlatias ez az egész, és így sokat segít mindenkinek, úgy gondolom. A szakmaiságot bonyhádi mentősök és védőnők mutatták be a felnőtt képzésen. Újítások vannak az elsősegély terén is. A naprakész ismeretek birtokában életeket menthetnek a tanárok. Erről beszélt az egyik helyi védőnő. Sokkal jobban megmarad, ugye, hogyha gyakoroljuk, és nagyon fontos, hogy az új dolgokat is, mert régen ők már a főiskolán, egyetemen tanulták az újraélesztést, és csak nagyon sok minden változott. Aztán van lehetőség arra, hogy az eszméletlen betegnek a stabil oldalfekvését is gyakoroljuk, szintén a legújabb verziót, mert ez is minden évben változik, vagy hát nagyon sűrűn, de a lényeg az elsősegélynyújtás alapja, hogy csináljunk valamit, és minél gyorsabban, mert az idő élet. Tavaly egy tanár mentette meg diákja életét Bonyhádon. Emiatt tartja fontosnak a pedagógusok oktatását Köllő Roland, a bonyhádi sportcsarnok vezetője. Olyan pedagógusok vennék őket körül, akik tudnak segíteni akkor, hogyha baj van. Nyilván nem szeretnénk
az ördögöt a falra festeni, hogy legyen baj, de hogyha megtörténik a baj, akkor igenis tudjanak segíteni. És nem arról van szó, hogy nekik bármilyen nagy beavatkozásra lenne szükségük, hanem arról, hogyha a mentő, illetve a szakemberek kiérkezéséig hasznos és fontos dolgokat tudjanak csinálni. Magyarországon évente 20-25 ezer ember veszti életét hirtelen szívmegállás következtében, azonban az időben elkezdett újraélesztéssel többségük megmenthető lenne. Európa leghosszabb tanösvénye az a 180 kilométeres szakasz, amit egy lovas csapat jár végig a Mohácsi csata emlékére. A Duna-Dráva Nemzeti Park és a Mohácsi Nemzeti Emlékhely által szervezett zarándoklat résztvevői II. Lajos seregének útvonalát látogatják végig, Értől Mohácsig. Tolnán is megemlékezést tartottak a hősök terén felállított emléktábláknál. Volt, aki fényképezte, más megtapsolta a lovas zarándoklat résztvevőit, akik Érdről érkeztek Tolnára, hogy megkoszorúzzák a Mohácsi csata emlékművét. A helyiek egy csoportja még a népviseletét is magára öltötte, ezzel is tisztelegve a Rádi József Huszárbandérium tagjai előtt, akiknek a zöme Tolna megyei, de a Fehér megyei Szárról is öten csatlakoztak a közel 200 kilométeres utat végiglovagló csapathoz. A lovasok úgy tapasztalják, egyre népszerűbb a zarándoklat szerte az országban. Tavalyi évhez képest egyre többen, azért ennek az eseménynek híre megy, és csatlakoznak hozzá civil szervezetek, és ezeket próbáljuk minél többet bevonni, hogy nagyobb híre legyen. Az 500. évfordulóra egy nagy zarándokút legyen a Mohácsi csatavesztés, amiben az ország végül is belerokkant, és a közép-európai nagyhatalmi státuszát a Magyar Királyság elveszíti. A 11 fős csapat II. Lajos seregének 180 kilométeres útvonalát járja végig Lóháton Értől Mohácsig. Ezen az útvonalon vonult végig a magyar királyi sereg 1526-ban, hogy aztán augusztus 29-én Mohácson összecsapjon a török sereggel. Kevesen tudják, hogy az akkoriban nagyvárosnak számító kereskedelmi csomópontként is működő Tolna a katonaság stratégiai fontosságú helyszíne volt, emelte ki a zarándoklat szervezője Varga Zsolt. Tolna nagyon fontos szerepet töltött be, hiszen nagyváros volt akkor, nagyon fontos közlekedési csomópont, hajókikötővel rendelkezett, fontos kereskedelmi központ is volt, és a lakosságának a száma az 15-16 ezer fő, ami a Budáival vetekedett, és hát nagyon fontos azt is tudni, hogy a Mohácsi sereg felvonulásánál, mivel Tolna a Via Militaris, a hadiút mentén feküdt, ezért fontos szerepe volt, ez volt az egyik gyülekező helye a seregeknek. A zarándoklat célja felhívni a közvélemény figyelmét a Mohácsi csatára. Tolna után Szekszárdra, Bátára, Dunaszekcsőre, majd Mohácsra vonul a Huszárbandérium. A Mohácson található II. Lajos emlékműhöz várhatóan augusztus 29-én a délutáni órákban érkeznek. Pécsről és Vácról is érkeztek gyerekek abba a táborba, amit a Szekszárdi Szakképzési Centrum Ady Endre Szakképző Iskolája szervezett olyan diákoknak, akik katonai kadétképzőbe fognak járni szeptembertől. A tábor szervezőinek az a célja, hogy a diákok megismerjék egymást és az új középiskolai életet, de alaki kiképzésen is részt vesznek majd a gyerekek. Kadétok! Jazz! Kadétok! Pihenj! Ma még csak ennyit kell tudniuk a jövő katonáinak. A kadétiskola leendő tanulói a képzést megelőzően egy összeszoktató táborban ismerkednek meg egymással és a katonai élet alapjaival. Azok a gyerekek jelentkeznek ide, akik nagyon motiváltak és elkötelezettek a katonai pálya iránt. Ők ebben az irányban teljes mellbedobással és akarattal küzdenek. Természetesen ők érettségizni is fognak, és az érettség után szeretnénk őket erre a pályára irányítani. Tehát elsősorban az érettségit adó képzés, tantárgyak a fontosak. Itt nagyon sok dolgunk van velük, és természetesen nekik is. Ez nem egy könnyű dolog. Ez sokszor meg is szenvedik. Ami segíti őket ebben, az, hogy nagyon jó közösséget alkotnak, a kollégiumban együtt tudnak dolgozni, illetve sok olyan plusz segítséget kapnak, ami alkalomattán az ő felkészülésüket előre mozdítja. A Honvéd kadétképzés már harmadik esztendeje zajlik az Ady középiskolában. Jelenleg évfolyamonként 15-20 diák tanulja a honvédelem alapjait. A felkészítő tábor néhány napja azonban nem csak a katonai rendről szól. A lehetőségekhez mérten szórakoztató programokról is gondoskodott az iskolavezetés.
az utolsó napot egy ilyen katonai járőrversennyel szeretnénk bezárni. Egy ilyen kedv csináló tulajdonképpen ez a pálya iránt. Ez egy picit több, én úgy gondolom, ebben az intézményben, az iskolánkban, mint egy átlag képzés. A Honvédelmi Minisztérium is mögöttünk áll. És ez egy olyan hivatás, amely úgy mondom, egy életre szóló karriert fog biztosítani a srácoknak. A Békatábor lakói számára ez az első találkozás választott hivatásukkal. Valaki most döbben majd rá, mi is vár rá a következőkben. A tábort a 69. Horváth József területvédelmi zászlóalj, a Szekszárdi Ady Endre szakképzőiskola és a Tolna megyei védelmi bizottság közösen szervezte. Regionális híreink következnek. Az édesapákért zarándokoltak, több ezren vágtak neki a határokon átívelő útnak. Több mint 2 millió forint gyűlt össze, az értelmi fogyatékossággal élőket segítik. Kettes fogadhajtó verseny Siófokon, a közösséget is összekovácsolta a sportesemény. A Mária út Egyesület szervezésében keltek útra az Egy úton nemzetközi zarándoknap résztvevői szerte a Kárpát-medencében. A nap fővédnöke Novák Katalin, család- és ifjúságügyért felelős államtitkár volt, aki a kezdeményezés erejét hangsúlyozta a zarándokoknak írt levelében. Az Egy úton zarándoklat alkalmával a Mária út teljes útvonalán, több száz szakaszon, ugyanazon a napon, egy azon időben, egy közös célért indul el több ezer ember. Az idei zarándoknapot az édesapákért ajánlották fel. A zarándoklat fővédnöke Novák Katalin államtitkár volt. A Mária út szervezésében 2013 óta szervezzük az Egy úton zarándoklatot, amelynek az volt a célja, hogy egy napos alkalommal megismertessünk minél több ember a zarándoklatnak az élményével, és ezen felül mindig egy közös célért zarándokoljunk minden egyes évben. És a céltelepülés, ahova megérkeznek a zarándokok, ott ugyanezért a szándéktér, egy szentmise van bemutatva. A több mint 13 ezer résztvevő mindegyike azért érkezett, hogy megújuljon, és erőt merítsen a hétköznapokhoz, valamint a gyermekneveléshez. Minden édesapáért, de egyetlen egy édesapáért a kislányomnak az osztálytársának az anyukája meghalt pár héttel ezelőtt, és az édesapja egyedül maradt 3 gyermekkel, és mindenképpen érte nagyon-nagyon. A Mária zarándokút Közép-Európa Szűz Mária kegyhelyeit keresi fel az ausztriai Máriaceltől a székelyföldi Csíksomjóig, illetve a lengyelországi Csesztohovától a boszniai Medjugorjéig. Ezeken a zarándoklatokon ilyen szűkebb körbe indulunk el, de mindenképpen nagyon jó. Sőt, nekünk már volt olyan, hogy együtt zarándokoltunk közel 20 napot egy hosszabb úton, ketten. Na, az volt egy igazi nagy zarándoklat, akár egy ilyen mondjuk egy párkapcsolati tréningnek is beillett. Novák Katalin család- és ifjúságügyért felelős államtitkár a zarándoknapra írt üzenetében kiemelte, az Egy úton nemzetközi zarándoknap egy olyan nemes kezdeményezés, mely összefogja és megszólítja a magyar embereket és családokat nem csak az anyaországban, hanem a határokon túl is. Negyedik alkalommal rendeztek Siófokon bajnoki kettes fogadhajtó versenyt Forró Tibor emlékére. A több mint 20 fogat akadály és vadászhajtásban mérte össze tudását. Egész nap versengtek egymással a fogatok a siófoki pályán. A versenyen a legifjabbak is bemutatkozhattak, akik még ugyancsak versenyen kívül, de megmutathatták tehetségüket. Még nem töltöttük be a 16-ot, és nem póni versenyben versezünk, ezért csak versenyen kívül, és így nem szoktunk eredményt érni el, így csak külön díjat szoktunk kapni. A Siófoki Lovasegylet szervezésében létrejött bajnoki verseny jó példája annak, hogy a civilek milyen sokat tudnak tenni településük felemelkedéséért, fogalmazott a NAP védnöke Vicma Mihály országgyűlési képviselő. A versenyen részt vett a 12-szeres világbajnok egykori fogadhajtó Bárdos György is. Zolika! Vatulának, nagyon édes. A világbajnok klasszis szerint ez a verseny és helyszín egy-két éven belül alkalmas lehet egy világesemény megrendezésére is. Úgy érzem, hogy ez a Siófok már kinőtte magát, mert remélem, hogy itt tehetséges emberek vannak, és most mi azon dolgozunk egy páran, hogy ez a versenyszám is világbajnoki címre emelkedjen. Nem könnyű elérni, de meg fogjuk próbálni.
Az idei megmérettetést a tavalyi megyebajnok Magyar Zoltán nyerte Marcaliból. Mihelisz Norberttel és a Mira csapattal találkozhattak az érdeklődők szombaton a pécsi Kart Arena Gokart stadionban. A jótékonysági közönség találkozó kedvezményezettje az Éfoész Baranya megyei egyesülete volt. A fogyatékkal élőket segítő szervezet támogatására több mint 2 millió forint gyűlt össze. A tavalyi rendezvényhez hasonlóan idén is nagy tömeg fogadta Mihelisz Norbertet és a Mira csapatot a Kart Arena Gokart stadionban. Nagyon készültünk rá. Itt elsősorban rám a szervezéssel kapcsolatos feladatok vártak itt az előkészületek folyamán. Maga a verseny része is nyilván, hogy mondjam, plusz adrenalin, de nekem most az mellékes. Az a lényeg, hogy mindenki jól érezze magát, aki ide eljött, versenyző és látogatói oldalról, mert én akkor leszek elégedett nap végén, hogyha hát nagyjából azt látom, hogy mindenki jól érezte magát. A jótékony célú verseny kedvezményezettje az Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetségének Baranya megyei szervezete volt. Az Éfoésznek 22 000 tagja van, és az ország valamennyi megyéjében működik helyi szervezete. A szövetség célja, hogy az értelmi fogyatékossággal élő személyeket semmilyen hátrányos megkülönböztetés ne érje. Konkrétan sírva fakadtam, tehát amikor fölhívott a Norbi, és elmondta, hogy az egyesületünk lett a befutó, akkor tényleg sírva fakadtam, és nem tudtam mit mondani, valami földöntúli boldogság, hiszen mindent megteszünk azért, hogy valamiféle anyagi forrás, támogatást szerezzünk, hogy ezeket a fiatalokat és a családjaikat segíteni tudjuk. A fogyatékkal élőket segítő szervezet támogatására több mint 2 millió forint gyűlt össze a jótékony célú verseny során. Végül mutatjuk újra, miről szólt a híradó. Felzárkóztatás. A munkaerőpiacon leginkább kiszolgáltatottakat segíti a megyei önkormányzat. Vízvezetékcsere. 5500 szekszárdi lakos ellátása válik biztonságosabbá a fejlesztésnek köszönhetően. Lovas zarándoklat. A mohácsi csata emlékére járják végig II. Lajos seregének útvonalát. Kadétképzés. Az új katonai jelöltek táboroznak Szálkán. Csütörtökön ismét több lesz a felhő és szemerkélő eső, valamint elszórtan záporeső, zivatar is kialakulhat. Marad a füllett, meleg idő. A légmozgás csak zivatarok környezetében erősödhet meg. Éjszaka sem zárható ki egy-egy zápor, illetve zivatargóc. Mára köszönöm figyelmüket. Friss hírekkel legközelebb csütörtökön este jelentkezünk. Viszontlátásra!